Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Férkőzési és Informatikai Tudományos Egyesület vételtechnikai szakosztályának, kábel-tévé szakosztályának és média klubjának a mai közös rendezvényét most Zoom-on keresztül, vagy később YouTube-on keresztül visszanézi. A mai előadásunk az egy igen csak aktuális témáról fog szólni, nevezetesen a interneten elkövetett csalásokról. Ennek a mai előadásnak három előadója lesz, dr. Darabos Zoltán, Horváth Imre és Fülöp Tamás, és az előadás címe Internetes csalás áldozata vagyok, voltam, leszek. Ez egy önvédelmi oktatás az internetes vételtechnikába. Ezek után, Zoli, tiétek a szó. Köszönöm szépen, üdvözlöm a egybegyűlteket és a jövőbeli nézőket. Mit értünk csalás alatt? Tehát ugye nagyon gyakran van az, főleg internet vonatkozásában és a sajtó vonatkozásában, hogy mindenki beszél mindenféle dologról, de végül is nincsen precízen meghatározva, úgy, ahogy a műszaki életben szokás, hogy miről is beszélünk. Tehát a csalásnak a tényállása az ugye az alábbi lényeges megközelítéseket tartalmazza, tehát jogtalan haszonszerzés, egyszer a cél, jogtalan haszonszerzés, tévedésbe kell ejteni valakit, vagy tévedésben kell tartani, és kárt kell okozni. Tehát itt vannak feltételek. Jogtalan legyen a haszonszerzés, ugye, hogy a bankok haszonszerzés céljában fektetik ebbe a pénzünket például, vagy ugye ez jogtalan vagy sem, ugye ezt eldöntik aztán a jogászok, de hogy az internetes csalási folyamatban ki hol helyezkedik el, és ki a tévedésbe ejtő, ki az, akit abban tartanak, ki az, akinek kárt okoznak, ez mind meghatározza azt, hogy mik a következmények. Most általában a súlyosságtól függően a szabadságvesztés mértékét szeretik ugye jogban így emlegetni. 2 évig, 3 évig, 5 évig, és akkor most lapozok, 2 évtől 8 évig, 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, és hát ugye ez csak a büntetőjogi következmény, mert utána még fölmerül az is, hogy a kárt ugye meg kell téríteni egy polgári perben, ha képes arra a károkozó, hogy ezt megtérítse. Az értelmezéssel kapcsolatban ajánlom figyelmetekbe ezt a büntetőjog.info weboldalt, ahonnan ezt az összefoglalást én is vettem. Tévedésbe ejtés vagy tévedésben tartás esetén ugye itt van egy olyan fogalom, hogy téves képzeteket hozunk létre, hoz létre az elkövető téves képzeteket, és nem kell, hogy ez fondorlatos legyen, hanem csak egyszerűen eltereljük a valóságról a figyelmét az illetőnek, illetve tévedésben tartjuk, ott nincs szerepe a kialakulásban, hanem már tévedésben van az illető, mi csak ezt kihasználjuk. Majd erre mind lesznek példák a későbbiekben. Nem csak nem mi használjuk, hanem az elkövető használja ki, a csaló. Ha nézzük meg az informatikai és a vételtechnikai fogalmak szerint, ugye egy távközlési kapcsolatban, egy kommunikációban van egy információs forrás, van egy vevő. Na most a forrásokat én itt felsoroltam, hogy e-mail, SMS, beszédhívás, videóhívás, weboldal, mint ilyen fő források, amikkel kapcsolatba kerülünk, így a hétköznapi életben, és ahol fenyegetve is vagyunk. Az információs vevő pedig a jellegzetessége, itt mutatom, hogy emberrel áll az információs forrás kapcsolatban, tehát van egy élő ember, tehát nem robot vagy valami szoftver, aki a folyamat végén van, hanem egy élő ember van, aki olvas, aki beszél, aki intézkedik. Most attól függően, hogy piros vagy kék vagy sötét itt ez a weboldal rész, mutatja azt, hogy a kezdeményezés az honnan történik. Ha piros, akkor ez a kezdeményezés ezekben a csaló esetekben tipikusan a csaló oldaláról, az elkövető oldaláról indul. A weboldalakon való mászkálásnál viszont nagyon gyakran
az ember böngészik a weben, és ide-oda tekereg, és akkor szépen az ő kezdeményezésére igazából rákerül egy olyan helyre, ahol aztán sikerül őt becsapni. Ember-ember kapcsolatról van itt szó tulajdonképpen. A gépek, szoftverek csak informatikai eszközök, de a vételi oldalon ember, aki értelmez, és a csaló oldalon, az elkövető oldalon egy ember dolgozza ki ezeket, tehát azért is hivatkoztam itt a elején, hogy igazán akkor leszünk veszélybe, hogyha egy embernél sokkal okosabb mesterséges intelligencia fog kidolgozni különböző csalási módszereket, annak az ellenszerét megtalálni sokkal nehezebb lesz. Mi a célja ennek a csalási tevékenységnek? Hát ugye haszonszerzés a célja mindenképpen. Milyen módon? Hát vagy úgy, hogy a megszerzett adatokat, ami a csalás révén birtokba kerül, azt értékesítik, vagy a megszerzett adatok birtokában valami egyéb előnyhöz jutnak, és itt a leggyakoribb, hogy az adat birtokában pénzügyi műveleteket próbálnak meg végigvezetni, oly módon, hogy tipikusan az illető pénzügyi forrásait megcsapolják. Átutalás végrehajtása bankszámláról. Ez a legegyszerűbb és leggyakoribb fő cél. Íme egy eset, beraktam ide egy olyan levelet, ami angolul és magyarul van meg, hát nem azért, hogy most elolvassuk az előadás során. Ez egy $500 befizetése esetén el lehet kerülni azokat a fenyegetéseket, ami a levélben van. A levél érkezik az én e-mail címemre, itt fönt mutatom, és közli velem az elkövető, hogy egy rossz hírt kell megosztanom velem, fizessek neki $500, és mindenfélével elkezd fenyegetni, egészen odáig, hogy a pornó nézés közben videókat készített rólam, és ezeket bemutatják az orgazmusomat a neten, közzéteszik mindenféle fórumon, hogyha nem fizetek. Tehát ő azt is tudja, hogy én pornót nézek, és hogy én ezt komolyan is veszem, amit ő itt ír. Továbbá bejelenti, hogy könnyen be tud jelentkezni az e-mailembe, az e-mail fiókomba, és akkor onnan tud tevékenykedni. Érdemes majd elolvasnotok a magyarul ezeket a dolgokat, amiket itt írogat. És ugye, ha megnézzük, hogy mi a csuda van itt mögött, a figyelmeztetés mögött, akkor látjuk, hogy a levél szövege figyelmeztetés, meghekkeltem és elloptam az információt, ugye your information lenne, hogyha helyesen lenne. Ugye a tipikus ezekben a Isten tudja honnan származó levelekben, hogy tele vannak helyesírási hibákkal, tehát angolul sem tudnak helyesen írni, és ez gyakori figyelemfelhívó tényező, hogy figyeljünk oda, hogyha tele van helyesírási hibákkal, akkor az nagy valószínűséggel csaló. Mi látszik itt tulajdonképpen, hogy ki az, aki itt a feladó, ki áll az egész tevékenység mögött, nem tudom, hogy itt ezt aztán látjuk-e. Igen. Meglepő a levélben, hogy a levél feladója is Zoltán Darabos, és a címzettje is Zoltán Darabos. Ezzel akarja bizonyítani, hogy ő az én nevembe képes saját magamnak levelet feladni, de ez mind csak ilyen információ hamisítás, mert valójában nem az én postafiókomból lett ez a levél elküldve. Nézzük meg egy következőt, szintén fenyegető levél, ami arra próbálja rávenni a gyerekorvosokat, hogy mivel gyermekpornográfiát követtek el, ezért 72 órán belül válaszoljanak e-mailben részletes magyarázattal, és akkor utána majd megbeszélik, hogy mennyit hova fizetnek, hogy ugye ne legyen ebből feljelentés, országos rendőr, főkapitány, stb. Figyelmeztetésével. Működik ez a fenyegető levél. És ugye ez van, hogy a budapestpolice.hu1@gmail.com-ról van a feladás.
Hát ez nagyon érdekes, mert ez ugye egy egyszerű gmailes postafiók, ahonnan ez ugye, mint feladó el van indítva, és úgy nyitották ezt a postafiókot, hogy budapestpolisz.hu 1. Tehát, hogy olyan, minthogyha olyan lenne, hogy a rendőrségtől jönne, eléje írták, hogy rendőrség, és rendőrség, no reply, stb. Ő válaszra menne a válasz, hogyha írnánk valamit, és itt van ez az előbbi csatolmány. Egy másik ugyanilyen típusú fenyegető levél, exhibicionista gyermekpornográfia, mennykor a pénzbírság 37 millió forint, és így tovább, és akkor nevek vannak benne, ugyanaz a rendőrfőkapitány, stb., és akkor egy idő után majd lesz megegyezés, hogyha ha felmentenek, ha fizettek, akkor ez alól a fenyegetés alól. Ugye itt látszik a levél belsejébe, úgy jutunk be, hogy a levelet IML formátumban lementjük, aztán utána szövegszerkesztővel ezt az IML formátumot, például a Total Commander F3 parancsával megnyitjuk, akkor látjuk a belsejében, ugye angolul, hogy ki volt a feladó, honnan jött a levél, hogyan van tulajdonképpen eltakarva az eredeti cím, és így tovább. És szakember ezen elvadászhat, és meg kideríthetje, hogy végül is aztán a levél honnan érkezett. Itt látjuk azt, hogy Google fiókból küldték, messze nem a rendőrségtől, hanem itt mutatja, hogy honnan, milyen fiókból lett feladva ez a fenyegető levél. A T-Online levelező rendszerén keresztül jutott el hozzánk a mi e-mail címünkre. Ezekben a csalólevelekben, amiből itt majd néhány oldalon mutatok több száz darabot, tipikus az, hogy mindenféle linkeket helyeznek el. Például ez a csomagja kézbesítésre vár, vagy DHL csomagja érkezett című fenyegetés, ez egy olyan struktúrában működik, hogy emlékeztet arra, hogy itt szállítási költséget kellene fizetni. Van egy csomag, ami még hasonlíthat is egy magyar posta csomagszámra. Egy minimális összeg 805 forint szállítási költség, és az alábbi gombon kövessem a csomagot. Ha föléje megyek az egérre, a levélben ennek a linknek, ami itt van, akkor megjelenik egy ilyen cím, ami nagyon érdekes cím, mert még ilyen hú is van benne, meg lehet benne még akár magyar posta is, húpó, magyar posta, húpó, utalás, meg ilyesmi. De ez valóságban ez innen jött, erről a layered vonás AI, mint mesterséges intelligencia.com-ról. Tehát van egy ilyen domain név, amiről ezt most osztják ezeket a leveleket, ami arra próbál rávenni, hogy ezen a linken egy fizető oldalra vigyen rá, és az adatokat ellopja a fizetés során. Belső tartalomban nézzük azt meg, hogy itt van ez a bizonyos ai.com.hu, ami kijön a egér rámutatásakor, és ezen egy olyan szöveg van kiírva, hogy kövesse a csomagját, és ez ide visz át erre a szerverre egy ilyen alcímre. És ott történik az én kezelésem, mint felhasználónak a kezelése. Itt van egy másik. MKB fiók jelszava nagyon gyorsan lejár, ugye nagyon jó, hogy a fiók jelszavát meg tudjuk frissíteni, mert akkor az illető csaló hozzájut a fiók jelszavókhoz, és akkor ő szabadon vadászhat ezek után, átveszi az irányítást a fiók fölött, és dolgozik utána a fiókunkkal. Bekéri ugye a régi jelszót, új jelszót, és így tovább. Ez is egy ilyen valid from PMK pont, ez mi ez a CU nevű doménnévről jön, nem is tudom, mi ez a CU doménnév, mint kiterjesztés. Tehát ez a kattintson ide, ez elvisz minket valahova a világba, egy ismeretlen helyre, és ott fognak minket lekezelni. Azt nézem, hogy van-e benne érdekesség. Hát van, nézzük meg ezt a címzést eleve, a megszólítást, tisztelt ügyfelünk vesző.
Ugye megszólítás után a magyar nyelvben nem teszünk vesszőt, ez az angolra jellemző, hogy vessző van. Tehát lehetséges, hogy ezt egy automata fordító fordítja, és ugye a vesző marad benne, azt nézem, egyéb van-e benne. MKBB NRT. Ilyen sincsen, hogy MKBB NRT, nem? Tehát ez is egy nagyon érdekes, mert mi ez az MKBB NRT? Ez se sikerült tökéletesen még. Csaló szempontjából. Igen, kattintson ide, és a kattintson ide után látom, hol van ez itt az MKBB NRT felirat. Itt van maga a levél tartalom, és hol van a linkem. Azt keresem itt a linket. Ugye visszalapozok egyet. Ez a Valid from PMK CUJ, ezt nem adtuk ide ki Imre. Hát ez a kódolat izé alatta. Nem adtuk ki. Viszont a feladója az látszik, hogy Budapest MKB felirattal jön a levél, de mögötte ez a belligram@hírproalerts.com van. Igen. Ez éppen meg is jelenik ott a frontban, mint ilyen riasztó információ, tehát alert szót, azt szokták az emberek már tudni, és a Budapest MKB-ből pedig örülnek, ha éppen véletlenül MKB számlájuk van. Nekem például nincsen, de azért megkaptuk ezt mi is. Tehát véletlenszerűen megkapják ezt különböző bankokra, amik Magyarországon előfordulnak. Következő, fizesse be számláját egyszerűen egy kattintással. Ez vízügy, vagy mi akar ez lenni? MVM számla befizetés, azonnali bankkártyás befizetéshez. Hát 1300 forint nem probléma, ezt ugye befizetjük, mert hát nem fogunk egy ilyen kis összeggel vacakolni. MVM Next Energiakereskedelmi ZRT. Nem tudják feldolgozni, hogyha válaszolunk rá, jön ide hozzánk, itt a link. Forevery, ASAP, Academy.com, stb. Stb. Tehát megint minket vár valahol egy domén néven egy szerver, és utána ezt a fizetést le fogja kezelni, és el fogja lopni a bankkártya információinkat jó esetben, rosszabb esetben még a hozzáférést a fiókunkhoz is. Belső tartalom, ugye vannak itt kódolt tartalmak is, innen jön ez a Redcast Short MVM-ről, ez ugye ott kint van szabadon, és a fizes most felirat, az pedig le van titkosítva, igaz? Ezt mutatott itt, nem mindig olvasható a belső tartalom, úgy van megcsinálva, hogy ez már el legyen fölítetve. Tehát e-maileken keresztül érkeznek különböző megkeresések, ezeknek tipikusan valamilyen befizetésre próbálnak rávenni, bankszámlához való adatgyűjtéssel, vagy pedig fenyegetéssel, átutalásra próbálnak rávenni. Miért küldték meg gyermekpornó ügyben ezeket a gyermekorvosoknak? Azért, mert gyermekorvosok listájához nagyon könnyen hozzá lehet férni az interneten, ugyanígy például a könyvelők listájához is nagyon könnyen hozzá lehet férni. És gyermekorvosok mobiljai, számítógépei vannak bizony felvételek, beteg gyerekekről, képek a fertőzésről, stb. És így módon ez a fenyegetés még úgy reálisan is hathat, hogy húha, lehet, hogy tényleg elkövettem ezt a gyermekpornográfiát, ha már így a rendőrség fenyeget. Következő lépés lenne a telefonos csalás, ami élő beszéd kapcsolattal történik. Ilyenkor, ugye talán ismert előttetek, hogy van az unokázós csalás, amikor az unokát kell megmenteni, mert baleset szenvedett, és akkor fizetni kell valakinek, hogy elhozza az autóját, vagy az unokát elvigye orvoshoz, és így tovább, és az öregeket szokták ezzel lenyúlni. Van a telefonos csalásnak egy új elterjedési formája, amikor banki információkhoz próbálnak hozzáférni. Most itt egy konkrét esetet, ezt nem tudom itt játszani. Nevében
a mobiltelefonszámomon fölhívott egy nő, hogy most észleli, hogy a bankszámla számomról egymás után háromszor 20 eurót leemeltek. Ezen meglepődtem kicsit, mert eddig bennünket nem ért soha ilyen támadás, bár az ismeretségi körömben az előző időszakban több ilyen internetes támadásról hallottam. Megkérdeztem a nőtől, hogy és melyik bankszámla számunkat érintően történt a pénz leemelése. Erre meglepődött, mert nyilván nem is számított erre a kérdésre, és azt mondta, hogy tartsam a vonalat, majd kapcsolja a főnökét. Akkor később egy férfi ember vette át a telefont, és ő is elkezdte mondani, hogy most látja, hogy Kecskeméten lép be valaki, és többször leemeli a pénzt. És ő már elkezdett győzködni arról, hogy töltsek le a telefonomra egy internetes alkalmazást, mert az OTP most adott ki egy alkalmazást, amivel állandóan tudom követni a pénzeim sorsát. Akkor ezen szintén elcsodálkoztam, mert van személyes üzletkötőm, személyes bankárom, aki erről nem tájékoztatott bennünket. És akkor változatlan még nem tudták megválaszolni azt a kérdést, hogy melyik van számla számunkra, mert vállalkozó vagyok, van vállalkozásunk is, vezet OTP-nél bankszámlát, több vállalkozásunk, illetve magánemberként is van ott bankszámla számunk. És ezért már kezdtem én is kételkedni a dologban, hogy biztos ez valami csalás. Aztán megint újabb kapcsolás, átkapcsoltak egy, most már a nevére nem emlékszem, de talán Kovács Dávidnak mutatkozott be az illető, és azt mondta, hogy ő az OTP biztonságtechnikai osztályvezetője. Na hát ezt hirtelen nem tudtam ellenőrizni se, hogy létezik-e ilyen vagy nem. És ő elkezdett arról faggatni, hogy milyen operációs rendszer van a telefonomon, hogy androidos vagy iOS-os. Hát, én nem vagyok műszaki szakember, fogalmam nincs, és, de akkor már tényleg azt mondtam, hogy ezekre nem hallgatok, és nem fogok letölteni semmit. Egyrészt egyedül nem is tudom, hogy hogy kell letölteni. Mondták, hogy ők majd segítenek. Na mindegy, akkor egyszerűen kulturáltan nem tudtam tőlük elbúcsúzni, úgyhogy fogtam, letettem a telefont. És akkor még ez mobiltelefon számomon történt ez a hívás, de utána még láttam, hogy próbáltak a városi vonalon is utolérni. Már többször nem vettem fel a telefont, hanem az OTP-nél üzenetben bejelentettem, illetve először megkérdeztem a személyes bankárunkat. Ő is azt mondta, hogy a mai napon már több ilyen bejelentés érkezett, csalók, ne hallgassunk rájuk, semmi nem történt a bankszámla számunkkal, meg is néztem, és szerencsére tényleg megvan a pénzünk. Az OTP aztán megválaszolta ezt a levelet, ő is biztosított bennünket arról, hogy ezek csalók lehet. Jó, köszönöm. Tehát ez ugye egy megtörtént eset. Még amit tudok az ügyről, hogy az is elhangzott, hogy milyen összegben szoktak utalni erről a számról, erről a bankszámla számról, és milyen időpontokban. Tehát készül már fel a csaló arra, hogy amennyiben hozzáfér a számlához, akkor hasonló időpontban hasonló összegeket utaljon, hogy átverje a védelmi mechanizmusát a banknak, ami ugye figyeli ezeket a megkülönböztető eseményeket vagy körülményeket. Nézzük meg az SMS csalásnak az ügyeit. Egy időben végigjött egy olyan SMS hullám, ami különböző csomagküldő szolgálatokhoz kapcsolódott. Itt, amit látok ezen az ábrán, ez egy DHR-re hivatkozó SMS, ami jön egy 33-as körzetszámról, és ez már eleve gyanús egyébként. Azt hiszem, lehet, hogy ez Brazília, ez a 33-as körzetszám. És a DHL által kiszállítandó csomagra hivatkozik, hogy azzal valami probléma van. Ha megnézzük ezt a domain nevet, ami itt van, akkor ez nem DHL-é ez a domain név, hanem ezt valami egyéb szervezet hozta létre.
és a DHL honlapján is megtaláljuk, hogy mi az ő hivatalos címe, és hogy bizony a nevével visszaérnek. Tehát DHL-szerű a megjelenés, az illető azt hiszi, hogy a DHL-hez köze van ennek az SMS-nek. Sok ember vár igazából DHL-től csomagot, és hogyha 10 000 embernek kiküldik, és csak 2 vár, és egyet átvernek, akkor már az megtérül bőségesen a egy csomagnak az ügye. Hogyha ezt a csomag, ezt a nevet, ami itt ebben a linkben van, beírjuk egy böngészőbe, itt éppen egy Chrome-ban, akkor kiad egy figyelmeztetést, hogy vigyázzat, ez megtévesztő webhely megnyitására készül. Ugyanis az történik, hogy vannak olyan bejelentő oldalak, ahol ezeket a megtévesztő doménneveket be lehet jelenteni, amiket a jobb böngészők állandóan figyelnek, és töltenek le, hogy vajon az illető felhasználó a számítógép előtt az egy ilyen oldalt nyit meg, vagy sem. Természetesen a figyelmeztetés ellenére is meg lehet nyitni. Visszamennék még ide az SMS-hez. Az SMS vevőrendszere az Androidnak az olyan, hogy beleír egy ilyen szöveget, itt látjátok fölül, hogy ez az üzenet egy nem mentett számról érkezett, tehát nem a névjegyzékenben szereplő számról, óvakodjon az SMS-ben és más módon történő adathalászattól. Hát ezt nem szokták az emberek komolyan venni, mert ugye nem csak a névjegyzékben lévő számokról szoktunk SMS-t kapni. Tehát van figyelmeztetés is a böngészőben, hogy mi a helyzet. Miért kell ismernünk ezeket a módszereket, hogy átvennek minket, és akkor Fülöp Tamás kollégának átadom a szót. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Hát miért is kell ismerni? Azért, mert amit ismerünk, azzal nem tudnak átverni, ugyanis itt kezd afelé haladni a dolog, hogy a mesterséges intelligencia harca a természetes intelligencia hiányával. Amit az Zoli említett, a unokázós csalás, konkrétan valami rendőrségi sajtótájékoztatón hangzott el egy pár hónappal ezelőtt, hogy unokázós csalással átvertek egy olyan nénit, és pénzt vittek el tőle, akinek nem is volt unokája. Tehát azért erősen oda kell figyelni arra, hogy mit akarnak velünk megetetni. Aki ilyen hiszékeny, az szerintem aránylag reménytelen eset, és igen könnyű nagyon sok embert átverni. Ezért fontos az, hogy az ilyen hasonló előadásokat nagyon sokan olvassák, lássák, és tanuljanak belőle inkább más kárából, mint sajátjukból. Lapoznál egyet, légy szíves. De hát itt én is bemutatok egy pár nagyon népszerű csalást, a népszerű nyilván idézőjelben. Tehát gyakran előfordul, hogyha valaki árul valamilyen termékét, megunt ruháját, bármit, Facebook Marketplace-en, Jófogáson, vagy bármilyen hasonló oldalon, igen gyorsan jelentkezik egy vevő. Ja, és közbeszúrom, hogy elnézést, én konkrét képernyőképeket azért nem raktam ki, mert ezek élő, valós esetekből származnak, és valamiféle titoktartási kötelezettségem azért van, tehát minden név nélkül fog menni. Jelentkezik egy vevő. A vevő megírja az eladónak, hogy neki kell ez a termék, ő már át is utalta nem csak a pénzt, hanem a szállítási költséget is, és küld e-mailben valamilyen linket, ami hasonlít az előbb bemutatott linkekre, tehát valamilyen futárcég oldalának a nevére hasonlít, de nem az, hanem valami hamisított link, ahol meg fog jelenni a futárcégnek egy az eredeti oldalára kísértetésen hasonlító oldal. A jelenlegi verzióban úgy működik, hogy válasszuk ki a bankunkat, és adjuk meg a bankkártya számunkat, hogy megkaphassuk a pénzt. Na most itt kell az embereknek, mindenkinek pontosan tudnia azt, hogy a bankkártya szám megadásával nem tudunk pénzt kapni, ahhoz a bankszámla számunkat kell megadni. Jó, ilyenkor az sem nagyon illik, mert van már egy információja, de nagyon sok ember ezt összekeveri, és azt hiszi, hogy a bankkártya szám megadásával tud pénzt kapni, hogy megérkezzen az a vevő által kifizetett pénz. Ha ezt ő elhitte és kiválasztja a bankját, akkor a kiválasztott bank weboldalára igen hasonlító oldal
jó esélyen tök ugyanolyan fog megjelenni, csak fönt az URL-ben lesz eltérés, ugyanúgy, ahogy az Zoli mutatta. És itt szépen be fogja kérni a bankkártya adatainkat, tehát bankkártyaszámot, lejárati időt, a kártyarét, nevet, és a hátoldalról a CVC kódot, azt a 3-4 kódot, és már meg is van neki a bankkártya adatunk. És mit fog ezzel csinálni? Hát nyilván elkezd vele vásárolni, tehát valamilyen vagy terméket vesz, vagy valamilyen módon saját magának átküldi bankkártya használatával a pénzt. Nagyon sok bankszámban most már, például amit én használok, az is a telefonos applikáción keresztül engedélyezteti ezeket a költéseket, gyakorlatilag minden esetben. Ez egy igen jó védelem arra, hogy tudtunk nélkül ne lehessen pénzt levenni a bankkártyánkról. Hát ez egy nagyon fontos dolog, tudatosítani kell az átlag emberrel, hogy a bankszámla meg a bankkártya között lényeges különbség van. Valaki, tehát amennyire nem tudják ezt az emberek, ezt egy bankos mesélte nekem, hogy egy néni, egy idős néni nyugdíjfizetés követő napon oda ment a bankhoz, az utcára néző bankkártya terminálból kivette bankkártyával a komplet nyugdíját, hogy bement és befizette, és a bankos hölgy csodálkozott, hogy ezt most miért kellett, megkérdezte, és a néni azt mondta, hogy hát azért, mert ő nem érzi a pénzét biztonságban ott kint az utcán, inkább behozta a bankba, hogy ott legyen. Tehát gyakorlatilag a tudatlanság, tehát a pénzügyi, meg a bank, tehát az informatikán alapuló banki rendszerek működésének megértésével jelentős problémák vannak. Ezeket mindenkinek kéne ismerni legalább alapszinten, és akkor jelentősen lecsökkenne az átverések mennyisége. Tegnap láttam egy statisztikát, az első negyed évben Magyarországon több mint 3 milliárd forintot vittek el ilyen internetes csalásokkal. Hát azért az nem kevés pénz. Kattintsál egyet, légy szíves. Ez egy tök más téma. A romantikus csalás, ebből két verzió van, ugye nyilván női verzió, meg férfi verzió. A női verzió, és konkrétan a rendőrség ügyekben, több rendőrség ügyben dolgoztam, ahol ez megtörtént, tehát ez nem egy ilyen kamumese, annyira nem kamumese, hogy az amerikai követség magyar nyelvű oldalán külön figyelmeztetés van arra, hogy ezeknek nem szabad bedőlni. Tehát csinálnak a Facebookon különböző profilokat, jóképű 40-es katonatisztek, hogy nem, 60 pluszos idős hölgyekbe beleszeretnek valahogyan a Facebookon keresztül. Ez egy ilyen hosszabb pszichológiai mutatvány az egész, tehát több hetes vagy esetleg több hónapos beszélgetés során a hölgy meggyőződik róla, hogy szüksége van az amerikai tisztnek rá, gyakorlatilag beleszeret, és onnantól kezdve bármilyen mesével ki lehet tőle pénzt szedni. Volt olyan ügyfél, akivel elhitette az amerikai tiszt, hogy a repülőgép anyahajója a Csepeli szabad kikötőben horgonyoz. A méreteket megnézzük, ez fordítva, tehát a anyahajóra föl lehetne tenni kompletten a szabad kikötőt tokkal vonóval, tehát az annyival nagyobb. Őt például egy olyan szöveggel vert, tehát hogy küldött neki egy ajándékot, valami ajándékcsomagot, de nem mondja meg, hogy mi, mert meglepetés. És akkor elkezdtek jönni az e-mailek a hölgynek, hogy a Hollandiában megállították a határon, mert vámot kell fizetni, mit tudom én, 100 eurót, utána az osztrák határon 200 eurót, utána mit tudom én, a Szlovákiában valahogy átkeveredett ez a képzeletbeli csomag ott is, és az lett a vége, hogy ja, meg vízumra, meg útlevélre, meg repülőjegyre, meg mindenféle mesékkel kérnek pénzeket. A rekord, amit én tapasztaltam, jó, ez egy vidéki városban egy idős orvosnő volt az áldozat, és engem arra kértek meg, hogy írjak valami olyan anyagot, ami alapján elhiszi, hogy ez egy csalás. Ott a hölgy önként
és dololva ennek a csónak átutalt 110 millió forintot apránként. 110 millió forintot. Tehát pénzt kér, mesékkel, mindenféle mesékkel. Nagyon sokan bedőlnek, volt olyan idős hölgy is, amelyik már mindenféle provident, meg ilyen kölcsönöket vett fel, és két amerikai katonának küldözgette a pénzt. Tehát egyszerűen én nem is értem, hogy ezt hogyan lehet ennek bedőlni, de hát nyilván, aki ezt elköveti, az azért csinálja, mert tudja, hogy működik. Előbb-utóbb bedől egy-két olyan ember, vagy 8-10, akitől apró pénzeket, kisebb-nagyobb összegeket el lehet vinni. Kérek egy kattintást. Ugyanennek a férfi verziója, mostanában orosz és ukrán bombacsajok, 20 éves, jó kinéző csajok keresnek meg 50-es pasikat, hogy ő menekülne a háborúból innen-onnan, meg jó kinéző afrikai négercsajok is szoktak, hogy az ő országában most polgárháborúban is szeretne eljönni, és gyakorlatilag a repülőjegyért cserébe saját magát megígéri örök szerelem meg társai, elküldi az ember a repülőjét, akkor lehet, hogy még van egy-két próbálkozás arra, hogy még ilyen költség, olyan költség, vízum, útlevél társai, de itt is azért egy pár millió forintot ki lehet pattintani az áldozatból, hogyha kellően hiszékeny. Jó, kérek szépen egy kattanást. A telefonos banki csevesz, ezt az Oli már mondta, ennek van egy olyan verziója is, hogy utaljuk át a pénzünket egy biztonságos bankszámlára, tehát ugyanez, hogy banki embernek adja ki magát, meggyőzi az áldozatot, hogy veszélyben van a pénze, és a biztonságos bankszámla, az nyilván a csalónak a bankszámlája, és ebben az esetben a bank semmiféle összeget nem térít vissza, mert önként utalt át az ember a csaló bankszámlájára a pénzt. Tehát itt kialakulóban van egy olyan elválasztó, egy határ a visszatérített meg a nem visszatérített károk között, hogyha károsult önként utalja át, önként adja meg a bankkártya adatait, vagy önként ad belépési kódot, meg ilyesmit a csalónak, akkor a bank nem fogja visszautalni a pénzt. Viszont dolgoztam olyan ügyben is, ahol tudtam bizonyítani, hogy a hölgynek úgy vitték el 58 millió forintját, hogy feltörték a gépét. Ez a klasszikus SMS, tehát bocsánat, SIM-kártya cserés támadás, ami úgy működik, hogy hozzájut az adatainkhoz, meg a mondjuk egy keyloggerrel, tehát a billentyűzet naplózással megtudja a belépési kódjainkat, a gépükről megszerzi a kicsi KFT vagy a magánszemélynek a személyes adatait, és akkor beballag a mobil szolgáltatóhoz, bejelenti, hogy elromlott a SIM-kártya, itt a megbízás, hogy a tulajdonos nevében én eljárhatok, és kér egy új SIM-kártyát. Ennek két egyenes következménye van. Egyik az, hogy hozzá fognak érkezni a banki SMS-ek, a másik pedig az, hogy az áldozatnak elmúlik a telefonja, nem tud rajta telefonálni. Innentől kezdve még a bankot sem tudja fölhívni, hogy baj van, főleg, ha nincsen vezetékes telefonja. Ezért van az, hogy az utóbbi egy évben nagyon megszigorították a SIM-kártya cserénél a személyes jelenlétet, tehát magánszemély csak személyesen tud SIM-kártyát kérni, cégnél meg nagyon durva meghatalmazásokat kell, mert nyilván egy nemzetközi cég ügyvezetője nem fog sorban állni a Vodafone-nál, abban biztos vagyok, de nagyon kemény meghatalmazásokat kell vinni, és a bankok emiatt preferálják a banki alkalmazás használatát azért, mert ha a telefonomra föl van telepítve egy banki alkalmazás, és ellopják a SIM-kártyámat, lecserélik, attól még a banki alkalmazás az én telefonom marad, és az alkalmazás az wifi-n is tud kommunikálni a bankkal, tehát hozzám jönnek a jelzések a különböző utalási kísérletekről, és a SIM-kártya csere teljes mértékben hatástalan. Sok ember, aki fél az informatikától, vagy nem akarja megtanulni, vagy nem képes, az jobb szereti az SMS-t, mert egyszerűbb kezelni, mint egy banki alkalmazást, de a bankoknak ez az irány, hogy banki alkalmazás legyen, és nem SMS-ben küldött biztonsági kód, mert sokkal nehezebb, tehát ahhoz hozzá kell jutni az áldozat telefonjához is, és ezzel gyakorlatilag megvalósul a klasszikus kétfaktoros azonosítás, aminek az az alapja, hogy két különböző eszközön kommunikálunk, tehát mondjuk a számítógépen megnyitottam a banki weboldalt, és a telefonomra jön valamilyen azonosító kód.
Ezért veszélyes az, hogy a telefonon bankolok, és utána ugyanoda jön az azonosító kód, mert ha hozzájutok a telefonomhoz, akkor a kétfaktoros azonosítás gyakorlatilag ki van herélve, tehát a lényege veszik el, hogyha mind a kettő információ ugyanarra az eszközre jön. Kérek egy lapozást. Jó, ez is konkrét eset. Elég gyakran előfordul Facebookon, hogy a legújabb Samsung vagy iPhone csúcstelefont valamiféle akciót hirdetve 2-3-4 euróért árulják. Azt mondják, hogy van, mit tudom én, 100 darab, és kakodjál, mert el fog fogyni. Egyébként ez is egy tipikus jellemzője a internetes csalásoknak, hogy sürgetik az embert, ne legyen ideje gondolkodni. Gyönyörűen lemegy a folyamat, le is emelik azt a 2 eurót, vagy 3-at, vagy akármennyit, csak a bankkártya adatainkat azt a csalónak az oldalán adtuk meg, amelyik persze hasonlít valamilyen webáruház oldalára, és pár perc múlva ez az ember is megdöbbenve tapasztalta, hogy leugrott 50 ezer forint a bankkártyájáról, ami bankkártyás vásárlás címén. Például azt jó tudni, hogy például a Revolutra vagy egyéb ilyen számlára feltöltök pénzt, az is bankkártyás vásárlásként működik technikailag, de rá tudok tölteni mindenféle külföldi számlákra pénzt. Ennek az embernek az volt a mázlé, hogy a napi limitje 50 ezer forintra volt beállítva, és másnap bement a bankba, és letiltatta a kártyáját. Jó, lapozzunk egyet. SIM-cserés támadás, tehát erről már azért beszéltem, itt van egy sajtóhívám, elnézést. Tehát személyes adat, új SIM-kártya, és akkor a SIM-kártya használatával gyönyörűen ki tudja fosztani a bankszámlákat. Olyat is láttam konkrétan, hogy az áldozatnak a lekötését feltörte, meg volt egy alszámlája, ami direkt azért volt, hogy ne lehessen kártyás fizetésre hozzáférni, átvezette az összeget, és ilyen 40-50 milliókat szoktak elvinni ilyen mutatványnál. Nem véletlen az, hogy általában azoknál próbálkoznak be, aki vagy házat akar venni, tehát hirdet, hogy házat vegyen, ott valószínűleg nagyobb mennyiségű készpénz van, vagy valamilyen lefutott hirdetésből látszik, hogy házat adott el, vagy ingatlant adott el, ahol jó eséllyel nagyobb összegű készpénz található. Ennek volt egy alverziója régebben, hogy hirdettek ilyen olcsóbban, tehát ilyen kétharmad áron lakásokat, és az volt a mese, hogy ő most külföldön van, de átküldi a képeket, és akkor valamilyen dumával, és arról lesz megint a program a következő oldalon is szó, elért egy programtelepítést, amivel hozzáfért a számítógépéhez, és onnantól kezdve ügyesen végig tudta csinálni ezt az egész sztorit, amit elmeséltem. Kérek egy kattintást. Ez a programtelepítés elérése. Például van az Edidex nevű program, ami távoli elérést biztosít a gépünkre, vagy arra, aki föltette meg, beengedélyezte. Ezt különböző szövegekkel szokták elérni. Egy idős bácsi esetén például fölhívta valaki telefonon valami mesével, most már azt nem tudom mi volt, de borzasztó rossz magyarsággal alig volt érthető, és ott ilyen kommunikációs problémák voltak, és akkor nagy nehezen kidadogta a csaló, hogy hát tud egy nagyon jó fordító programot, ami élőszöveget fordít magyar élőszövegre, és azt mondta, úgy hívják, hogy Anydesk, és föltelepítette a bácsival. Onnantól kezdve persze mindjárt kiválóan beszélt magyarul, mert hát nyilván ez a szuper fordító program, ez lefordította, és ott tőle is elvitt 10 milliós nagyságrendben pénzt. Ennek az ügynek az volt a csavarja, hogy a telefonszám, a mobilszám még élt, amikor a bácsi felismerte, hogy ellopták. Fölhívta az embert, és nagyon határozottan követelte tőle, hogy azonnal utolja vissza a pénzt, amire azt mondta az ember, hogy oké, rendben van, vissza tudja utalni, de ehhez föl kell tenni az Anydesket a mobiltelefonjára is. És akkor ott elvitt még 2 millió forint. Hát nagyon meggyőzően, nagyon durván, nagyon határozottan tudják ezeket elérni. És ha jól látom a képet, akkor Zoli jön megint, ha lapoz. Igen. Igen. Hát itt adtunk egy listát, hogy hogyan védekezzünk ilyen esetekben. Ez van egy római, egy római kettő. Ezeket lehet, hogy érintettük már. Tamás, te is tegyél hozzá, hogyha
ha van valami, a kételkedés, tehát hogyha minket... Kételkedés meg a sürgetés. A sürgetés az legyen gyanús. Ez a harmadik pont nálad, de nem kell azonnal dönteni. Nem kell azonnal dönteni, ez nagyon ezt fontos. Ezt én átírnám arra, hogy nem szabad azonnal dönteni. Igen. Tehát, hogyha érkezik valami szokatlan információ hozzánk, ami bármire vonatkozik, volt egy eset, hogy egy SMS-t kapott valaki a feleségétől, hogy azonnal gyere értem, balesetért, stb., és mellette feküdt az ágyban. Tehát olyan szintre jutott ez, hogy más nevében is tudnak már SMS-t küldeni, az illetőnek a száma íródik ki, és elcsalják otthonról, vagy pedig belehúzzák valami olyanba, hogy pénzt kell fizessen, hogy a baleset, az orvos, a szállítás, a kocsi, a nem tudom én micsoda megtörténjen. Ha nem fekszik mellette az ágyban, lehet, hogy el is kezdett volna az éjszaka közepén akciózni. És egy ilyen állapot... Igen, ez a unokázas csalásnak egy alverziója. Igen, tehát egy stresszes helyzetben nagyon könnyen irányíthatóvá válunk. Éppen most volt egy hipnózisról egy előadás, nemrégiben, még a neten megtalálható, ami azt mutatja, hogy nem kell hipnotizálni azokat az embereket, akik stresszben vannak, vagy teljesen szépen irányíthatóvá teszik saját magukat. Igen. Ez a társzámla dolog, ez azért érdekes, hogy a bankokon belül van arra lehetőség, hogy gyakorlatilag ingyenesen egy társzámlát lehet nyitni, bankon belül erre ingyen lehet áttenni pénzt, és hogyha ehhez kártyát veszünk, és ezen keresztül forgalmazunk, akkor számítógép mellett ülve bizonyos összegeket a lekötésből vagy a főszámlára erre átteszünk, és akkor limitáltuk már azt, hogy ezt a számlát milyen módon tudják kiüríteni. Van olyan bankkártya, bocsánat megint, hogy közbeszólok, most nem mondom meg melyik banknál, ahol létre lehet hozni egyszer használatos virtuális kártyát. Tehát létrejön a kártyám, meg van a kártyaszáma, meg mind a lejárati idő CVC kód, és az első használat után megszűnik. Nagyon alkalmas arra, hogy ismeretlen ilyen interneten vásároljunk, mert egyszerűen megszűnik, hiába ha rossz helyen adtam meg, akkor se tudnak további pénzeket levenni. Igen, igen. Tehát a bankoknál az egy gyakorlat, hogy bizonyos, nem minden összegnél, és ráadásul be is állítható az ügyfél által, nem minden összegnél kér még applikáción keresztüli azonosító kódos beküldést, vagy SMS azonosító kódot, vagy ilyesmi, hanem kisebb összegeket simán átenged egy ilyen szűrőn, és akkor kisebb összegekben fogják leemelgetni szépen napi limitig a kártyánkról a pénzt. A napi limit az egy következő, tehát ugye a napi limit az a bankot kötelezi. Ha a napi limitnél többet emelnek le bármilyen módon, akkor az ugye a bankára. Tehát itt megint meg lehet fogni ezzel a napi limittel, állítsunk be limitet. És kezdjünk el gyanakodni, hogyha túlépte valamiért a limitet, mert nem, főleg, ha nem mi léptük túl. Igen. Igen. Arról jön értesítés. Jó, különböző limiteket tudunk beállítani internetes vásárlásra, kártyás vásárlásra, banki, tehát hogyha bemegy valaki a nevünkbe, előadja magát, és ott mindent tud róluk, akkor csak különösen nehéz eljárás után tud a napi limit fölé menni. Tehát az még egy külön feltörést jelent. Csak ismert alkalmazásokat töltsük le megbízható helyről, ugye ez könnyű mondani, de hát azért a nagyobb alkalmazásokat használjuk, videónézegető rengeteg van, de akkor használjuk a VLC-t például, ami világszerte elterjedt, az kevesebb az esélye, hogy azt valami csalóhelyről fogjuk letölteni. Figyeljük meg a forgalmi adatainkat, tehát, hogy ugye, ha benne vannak már a mobilunkban vagy a gépünkben, akkor ugye olyankor is adatforgalom van, amikor egyébként nem használjuk a gépet. Ez egész nagy méretű lehet. Figyeljünk erre, hogyha felugranak ezek az adatforgalmi mutatóik. SMS linkekre ne klikkeljünk. Tehát ugye látjuk, hogy SMS-ben rengeteg ilyen csaló klikkelhető URL jön, ami olyan helyekre visz, ami utána már csak rajtunk múlik, vagy a gyereken, vagy a feleségünkön, hogy meddig nyomja tovább, és mit ad meg. Hívószámot ellenőrizzük. Ugye nem várunk Burkina Faso-ból SMS-t például. Tehát, ha nem üzletelünk ezzel az országgal, akkor onnan nem fogunk SMS-t kapni. Tehát az eleve már gyanús, már felejtős.
Ilyen szűrőket is beállíthatunk mobilunkon, tehát ránézünk és látjuk, hogy nem várunk onnan SMS-t. Bankszámla ügyben azonnal tiltsuk le a bankszámlát, és tegyünk írásban bejelentést a legrövidebb idő alatt. Erre kötelez minket a bankkártya szerződés. Nem tudom, Tamás, te tudod ezt, hogy mennyi ez az idő? Mi az, hogy azonnal? Nem tudom, de minden banknak van ilyen letöltött száma 024-ben, és ott telefonon hangfelvétellel is lehet bejelentést tenni. Igen, tehát ugye minél hamarabb, mert ugyanis, hogyha gondatlanul járunk el, akkor a banknak még nagyobb kárt okozunk, mert nem csak a milyenket fogja megbukni, hanem másokét is, hogyha valami új jelenség van. Bizonyos bankok elvárnak ilyenkor egy rendőrségi feljelentést, tehát először be kell balogni a rendőrségre, és azzal bemenni. Nem tudom pontosan, hogy melyik, de hallottam már ilyet is. Jó, majd mutatok, erre lesz még itt adat. Forduljunk békéltető testülethez, bírósághoz, tehát hogyha a bank elutasítja a követelésünket, akkor azért menjünk tovább, mert vannak nyerhető helyzetek. Jelszavaink hosszúak legyenek, módosított szöveg, félmondatok. Ha fel is írjuk emlékeztetőnek valahova a jelszót, egy az egyben ne írjuk föl, végezzünk benne valami olyan módosítást, amit tudunk, hogy mi mit módosítottunk a jelszóban. Ugye nagyon gyakran az emberek mindenféle cetlire, notepadben, mit tudom én, hova fölírnak mindenféle dolgot, és azt egy az egyben viszik. Római 2. Ne bízzuk el magunkat, mert a csaló okosabb, mint mi. Tehát a csaló olyan helyzetbe visz be bennünket, főleg a face-to-face vagy beszédsávba elkövetett interaktív csalásokban, ami, mint láttuk a hölgybeszélőnél, ugye kapcsolom a főnököt, kapcsolom a biztonsági igazgatót, nem tudom én, hátul nagy teremzaj, mind ilyen ügyeket intéznek, mindenki, igen, segítünk a számláján, megmentjük a pénzét, stb. A háttérben ez hallatszik, és akkor én nekem is pont most segítenek. Tehát most visznek be abba a helyzetbe, hogy kétségbe essek, és akkor szépen olyanokat tegyek, amit egyébként nem tennék meg. Ez az egér módszer, amikor a linkeken, e-maileken nézegetjük, hogy mi van, megfigyeljük az URL-eket, mi van mögötte, nevű kérdés. Ez sem mindig vezet eredményre, vannak olyan levélkonstrukciók, ahol ez már nem jelenik meg. Tehát nem, nincs ilyen megjelenő érték például. Vagy éppen az jelenik meg, ami mögött van az igazi elrejtve. A hamisított oldal néha jobb, mint az eredeti. Tehát, hogyha például nézek egy OTP oldalt, mire bejelentkezek, mire nem tudom én mi van, mindenfélét nyomkodni kell, és akkor megörülök, látom az OTP oldalt, de igazából tök könnyen tudok róla utalni, vagy megadni a kártyaszámomat, mert ott van a nagy gomb, hogy adjam meg az adataimat. És hogy ez az oldal vészhelyzet miatt áll rendelkezésre, és stb. Akkor figyeljük meg a szövegezéseket, a jó helyesírás érték. Magyar nyelvnek köszönhetően, hát ennél csak mondjuk a sri lankai a jobb, a helyesírási hibákkal tele van, hemzsegnek tulajdonképpen az ilyen csalószövegek, tehát ott az már eleve felejtős, tehát még nem tartanak azon a szinten, hogy egy magyar emberrel korrektúráztassák a szövegeket. Még nincs elég bevétel. Hivatalos oldalakban, levelekben tipikusan nincsen elírás, ebben induljunk ki. Ha egyszer hozzáfértek a fiókunkhoz, amit a Tamás is mondott esetet, csimkártyacsalással, mással, akkor tulajdonképpen pillanatok alatt mindent átállítanak. Leállíthatják az alkalmazásban vagy SMS-ben történő nyugtázást, a kódok küldését, máshova irányíthatják az SMS-eket, az e-maileket, stb. És teljesen magukra veszik a fióknak a kezelését. Limiteket tudnak állítani. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy bizonyítsuk majd az igazunkat, hogy mi is. És kell. Van még egy nagy probléma, amit nem említettünk. Ugye amikor a valós bank fölhív, mit szokott csinálni? XY-t keresem, hogy azonosítsam, kérem a születési dátumát, meg az anyja nevét, igaz? Én mostanában már azt szoktam mondani a bankosnak, hogy nézze, itt kiírt egy számot, de ez nincs fel az oldalukon, általában a mobil számról hívnak. Ön tudja, hogy én ki vagyok, én nem tudom, hogy ön kicsoda. Tehát valamilyen módon igazolja magát. Na, ezen rögtön elkezdenek hisztizni. Ilyenkor egy kompromisszumos megoldást szoktam ajánlani, mondjuk, hogy megmondom az anyám vezeték nevét, és vágja rá a kereszt nevét. Igen. Vagy megmondom a születési évemet, és mondja meg a hónapot, meg a napot. És akkor látom azt, hogy ismeri az adataimat. Most nyilván, ha már onnan megszerezte, akkor baj van.
De ezt valahogy a bankoknak is meg kell most már módosítani ezt az eljárási rendet, mert szerintem heteken, hónapokon belül elő fog jönni egy ilyen jellegű csalás, hogy én vagyok a bank, és bekéri a személyes adataimat, megköszöni, mond valami teljesen irreleváns információt, megvannak az adataim, és a következő kanyarban már ennek ismeretében tud csalást indítani ellenem. Igen, ilyennel én is találkoztam személy szerint, a Vodafone nevében hívtak föl, hogy a Vodafone a számla információ céljából egyezteti a személyes adatokat, és kérdezgetett mindenfélét, és amikor eljutott már egy adott szintre, akkor mondtam, hogy ne haragudjon, ez már nem tartozik oda. Tehát megmondtam a cég nevét, a cégnek a címét, meg ilyesmi, nem változott semmi, és kész a többivel megfelejtsen. Arról nem is beszél, hogy cég esetén az ilyen adatokat ki tudja szedni a nyilvános cégjegyzékben. Ez, igen. Tehát egy csomó adatot tud, és tudja azt a látszatot kelteni, hogy ő tényleg hivatassa a helyről telefonálni. Igen, igen. Jó, lépünk tovább. Incidens bejelentés. Van egy olyan szervezet Magyarországban, hogy Nemzeti, ráadásul Kibervédelmi Intézet, itt mutatunk róla néhány képet, ahol mindenféle csalási incidenst, levelet, akciót be lehet jelenteni, van rá egy weboldal, amin keresztül tehetünk, itt van tárgy, üzenet, stb., és ezzel foglalkozni fognak ennek a szervezetnek a keretén belül. Tehát akkor még egyszer, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, gov.hu a vége, és NKI az eleje. Tehát könnyű megjegyezni. Ezzel megkímélhetünk egy-két embert attól, hogy ő is csalás közelébe kerüljön, tehát hogy áldozat közelébe kerüljön. Ilyet akkor is érdemes tenni, hogyha csak egyszerűen jót akarunk tenni az embertársainkkal. Itt van egy riasztás, ezt ugye nem fogjátok tudni így elolvasni, de majd, hogyha megnézitek letöltve, a hte.hu honlapjára a PPT-ket le tudjátok tölteni, és meg tudjátok nézni nagyítva, hogy ugye mutatja, hogy milyen Microsoft szolgáltatások mik érintettek, stb., és milyen kritikus kockázati besorolású hibák vannak most éppen, amiket az ügyfeleknek javítani kellene frissítéssel ezzel azzal. Ő ez nyilván nem átlagfelhasználónak szól, hanem rendszergazdáknak. Hát rendszergazda, meg szakemberek, informatikusok, akik ezzel foglalkoznak. Azt látjuk, hogy ezek a sérülékenységek, mikor közkincsé válnak, vagy nyilvánosságra kerülnek, akkor általában a szoftverszállító cégek oldaláról ellenintézkedéseket váltanak ki, de ott van egy időkapu, amin keresztül, amennyi ideig ezek a sérülékenységek nyitva vannak. Egy károsult beírta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak, bejelentette a panaszát, hogy őt átverték SMS-es csalással, és azt hiszem mennyit, 1400 eurót, vagy mennyit leemeltek a számlájáról. Kisebb részletekben, hát ilyen választ kapott, köszönjük a megküldött információkat, szükséges intézkedéseket megkezdték hivatkozással kapcsolatban, nem tájékoztatták róla, hogy mik ezek az intézkedések, nem rendelkezik nyomozati jogkörrel, amennyiben feljelentést kíván tenni, forduljon a területileg illetékes rendőrkapitánysághoz. Tehát akár egy telefonszám, amiről felhívtak, azt se fogja senki megmondani, mert csak a rendőrségnek fogják kiadni, hogy ki volt az a kamu személy, akinek a számáról felhívták az illetőt. Itt van egy károsult Tiborcz panasza jellegű levél. Újra beírta ennek a kibervédelemnek, hogy ismét kaptam egy felhívást, hogy problémák vannak a csomagjának a kezelésével, ugye itt már egy kicsit más a DHL-nek a domén neve. 1300 eurót már akkor lenyúltak a számláról, aztán bejelentést is tett, de senki nem foglalkozott vele, be akarta a rendőrségen keresztül jelenteni, mondták, menjen be a rendőrségre, a 12. kerületbe írásba tegyék, tegyen feljelentést, és hogyha papírom majd megvan és iktatva van, akkor reklamálja a károsult, hogy forró nyomon, hogy indul nyomozás és tettenérés az ügyben. Tehát ugye informatikai környezetben itt olyan időkről van szó, ami megengedhetetlen. Tehát ilyen után már csak véletlenül múlik, hogy találnak-e bármit egy ilyen feljelentésre, vagy pedig lezárják az ügyet. Köszönjük a figyelmet!